seg egy végtelen rossz pályán. Lánccal erben rabok egy süllyedő nagy gáján. Az őrültek nagy házában, a birtoklásban, lázában, szert a széthult világban, pomol beli plázában. Így érkeznek, arcát törnek, törvényt ülnek, a törvényt terelek. Nem várni, nem félni, lezárni, tovább lépni, nincs senki, nincs semmi, nem tudnak visszatartani. Agyatlan a verseny, kinek nagyobb, hosszabb, totális az öröm, ha másnak kicsit rosszabb. Látszatokra építek sok testet, sikertörténet, a titkos lélek szekrények csontvázakat rejtenek. Vendégünk a stúdióban Paksi Endre, szervusz! Szia, köszöntünk a stúdióban! Ahogy a felvezetőben említettük, tripla jubileumi koncertre készültök a hétvégén, és a koncert pedig a 65-25-50 címet kapta. Nos, hát ezeket a számokat kéne boncolgatnunk kicsit. A 65, ugye, az a te életkorodra amit utal, nehezen hiszünk el. Hogyan és miért, szépen. És mi a titok? Relativitás elmélet, én emlékszem, amikor 60 éves voltam, és akkor is egy tévéműsorban voltam, és akkor én nagyon el voltam kenődve, megmondom őszintén, a 60 az olyan, mikor 59 az ember, tudom, amikor 59-90 valaminek az ára, az mindig pszichikailag más, mint, és akkor pánik, rossz kedvem volt, és jött a szegény kóbor, megkiegyem a szívét, aki nagyon jó karban volt, és hát, ha jól emlékszem, körülbelül 15 éve idősebb volt, és kérdezte, hogy miért vagyok én itt, és mondta, jaj, 60, és mondta, hogy te kis taknyos. És én akkor... akkor ez jól esett. Igen, és akkor azóta ez teljesen átfordult, és most már jól kezelem a dolgokat. Menjünk sorba a számokon. A 25-ös szám az a Rupcsics Ricsivel való ismerettségeteket, zenei kapcsolatokat jelenti. Úgy gondolom, ez még házasságból is egy nagyon hosszú idő. Hogyne. Mi a titka ti kettőtök kapcsolatának? Nem titok, hogy sok mindenben különböző habitusú emberek vagyunk, de a legfontosabb dolgokban maximálisan egyetértünk, ilyen régi vágású emberek vagyunk, és szerintem egyre kevesebben vagyunk, hogyha megbeszélünk valamit, akkor az tényleg úgy van, ha arról van szó, hogy megcsinálunk valamit, akkor azt megcsináljuk, ha fel kell hívni valakit, akkor felhívjuk, és hát szerintem ezt ti is látjátok, hogy a mai világban ez egyre ez kevésbé. Egyre ritkább. 2,5 év után pedig most új dallal és új klippel jelentkeztetek, és ez a szerzemény ugye majd a jövőre megjelenő lemezetek előfutára is. A hosszú zenei pályafutásotokba hogyan illeszkedik ez a dal? Én úgy gondolom, hogy abszolút szervesen. Tehát van egy kis visszakacsintás is benne, de itt van ez a modernebb íz, vonósokat használunk. Nagyon örültünk, hogy a Trüffel Quartet ismét velünk volt, ők a Gyönyörű Bolondban dolgoztak először velünk, és remélem ez nem az utolsó közös munkálkodásunk volt. Ráadásul nagy örömünkre a mi hasznásokkal is tudtunk újra a Nagy Viktorral, Lelk Petivel, velük is dolgoztunk már a Régi Lánga című a klipünkkel, és tényleg a Viktorék álmodták meg ezt a kis történetet, mert maga a szöveg egy ilyen kicsit felszínes gondolkodása a mai világról, és ő egy konkrét történetet hozott össze. Igen, ebben a fekete-fehér, néha színesedő klipben egy nagyon összetett történetet láthatunk. Hogy látod, mi ennek a tanulsága, ennek a kis történet? Hát nagyon egyszerű, tényleg ez egy kis tanmese, egy kamaradarab, három ember van egy futár, ő fogja össze a történetet, aki a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű embereknek viszi ki a dolgokat, és akkor ugye van egy új gazdag úri ember, és van egy kis hajléktalan öreg úrfanc, szerintem nagyon jó karakterek jöttek össze, és hát az a végső tanulság, hogy nem kell nagyképűnek lenni, mert néha pont attól kapod meg a segítséget, vagy az emberséget, akitől legkevésbé várod. Gondolom, hogy ez a dal is elhangzik majd a hétvégi Barba Negrás koncerteteken, de ezen kívül még mi mindennel készültök? Mi április vége óta turnézunk, Sepsiszentgyörgyön kezdtük, és szintén Erdélybe fejeztük be két fantasztikus koncerttel. Most egy kicsit megújítottuk a programot, tehát elővettünk olyan régen vagy soha nem játszott dalokat,
és hát nagy látvánnyal készülünk, rádobunk egy lapáttal mindenre, pirotechnikára, lézerre, stb. Tehát egy ilyen igazi nagy rockbuli lesz. Visszatérve kicsit a számokra, elfelejtettük Rupcsics egy születésnapját, ez az 50-es, és Ricsinek júniusban jelent meg egy szóló projektje, ebben te is közreműködtél. Így van. Hogyan látod, hogy miért fontos nektek, hogy egymást támogassátok a szóló projektetekben, hiszen neked is tavaly jelent meg a Békesség sugárul. Persze, persze, hát közösen dolgozunk, ez annyira kézenfekvő volt ez a történet, hogy mikor, hanem most. Tehát igazából tényleg ennek már nem volt különösebb tétje. Megvalósítottunk egy pár elképzelést, amit úgy éreztünk, hogy nem fér bele az Oszcián kereteibe belül, de most újult erővel nekiestünk a dolgoknak, csináljuk a dalokat, koncertezünk. Fantasztikus élményeket éltetek át a nyáron, ugye mondtad, hogy a turné nagyon-nagyon jól sikerült, elképesztően nagy bulik voltak, és Erdélyben pedig egy kisebb falucskában konkrétan megállt miattatok az élet, ugye a forgalom sem működött. Igen, Márifalván. Igen, igen, hát hogy sikerült ott az a koncert? Ez volt a zárókoncert. Ez egy 10 hónapos előkészítő munka volt, ebben óriási segítségünk volt a Palai produkció, fantasztikusan, és hát maguk a helyiek. Tehát álmodtak, mertek egy nagyot álmodni. Ez egy nagyon pici kis székely erdélyi falu, 700, nem akarok hülyeséget, kb. 750 kilométerre van, és ők elhatároztak, hogy mindenképpen csinálnak egy Oszcián koncertet. Hát nagyon sok technikai és egyéb akadályt kellett legyőzni, és egy hegytetőn csináltuk meg elképesztő természeti körülmények között, és annyian jöttek a környékből, hogy tényleg összeomlott a forgalom, a rendőrséget kivezényelték. Ez jó érzés. Csodálatos. Remélem, hogy szombaton nem bénul meg a forgalom, és mindenki odaér a parkban egyre koncertre. Úgyhogy jó bulit kívánunk, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönjük, hogy itt voltál nálunk.